Isten az ő keresőket megjutalmazza, hogy megvallottuk, hogy lehetetlen dolog hit nélkül Istennek tetszeni, de nagyon fontos, hogy minden, amit teszünk Isten dicsőségére, azt hitből tegyük. Ma tehát elsősorban az egyháznak a reménységéről szeretnék szólni. A reménységnek a középpontjában Istennek a birodalma, Istennek az országa áll, majd erről később részletesebben is szeretnék beszélni, és nagyon fontos tudni azt is, hogy nem az utolsó korszakban élünk. Isten országa a látható világban fokozatosan valósul meg és teljesedik be. Mi ennek a beteljesedési időtartamnak vagy korszakoknak az első korszakában élünk. Ezért nagyon fontos, hogy a reménységünk közép és hosszú távú legyen, és egészen elérje azokat az ígéreteket, amelyek az örökké valóságban fognak beteljesedni. De a legközvetlenebb reménységünk nyilvánvalóan ennek a korszaknak a végével áll összefüggésben, és ezért nagyon fontos, hogy ezeket az ígéreteket megismerjük és tudok, különösen pontosítsuk a lelkünkben és a szellemünkben, mert Lapostól nyilvánvalóvá tette, hogy a hívő emberek is, de általában minden ember reménység által tartatik meg. Nem lehet pessimista módon élni hosszú távon. Az ember csak a rosszat várja az életében, akkor meg is fog az történni. Ugye erre nagyon intő példa jobbnak a könyve, aki ugyan nem a rosszat várta, csak félt a rossztól, és sajnos be is következett, de természetesen ennek nem csak az ő félelme volt az oka, hanem a természet fölötti világban is történtek olyan események, amelyek ezeket a csapásokat előidézték. De rendkívül fontos, hogy ne a rosszat várjuk a jövővel kapcsolatosan, mert azok arra olyan különösen várakozni nem kell az ő magától. A jó dolgokra viszont fel kell készülni, várakozni kell rá és meg kell tenni azokat a lépéseket, hogy a várakozásunk tárgya valósággá váljon. Hogy idéztem Pál Lapostól mondja, hogy a reménység által tartatunk meg, és még ezután folytatja a reménységnek egy fontos jellemzőjét, hogy a tárgya nem látható. Tehát ben van a jövőben, jövőben, meghatározatlan időben fog a reménységnek a tárgya megvalósulni. A második, amit hangsúlyoz Pálapostól ezzel kapcsolatosan, hogy milyen legyünk a jövőben bekövetkező eseményhez a hozzáállásunk, a viszonyulásunk. Erre Pálapostól azt mondja, hogy béke töréssel várjuk. Tehát egy alapvető, pozitív, bizalmon alapuló várakozás, amelyet akkor se dobjuk el a lelkünkből, hogyha vele a várakozásunkkal ellentétes dolgok, események zajlanak körülöttünk, ezeket tapasztaljuk meg a jelen időben. A másik nagyon fontos, amit szeretnék előjáróban kihangsúlyozni, hogy a reménység az embert a jövő fele fordítja. Jövőre orientált embereket hoz létre az erős reménység. És ez rendkívül fontos a lelkünk számára, mert szintén a zsidókozít levélben Pálapostól mondja, hogy a lelkünknek egy erős és bátor horgonya, amely nem a tengernek a mélységébe van levetve, mert hála Istennek onnét Jézus Krisztus kijött, és ez alatta se volt, hanem utána, miután föltámadott, fölment a világ mindenségnek a legmagasabb pontjára, és azon belül a legszentebb helyre, a szentek szentjébe, és megjelent a világ mindenségnek az atya előtt, és a mai napon is ott van, és azt mondja Pálapostól, hogy a reménységünknek a célja, tárgya ott van. A horgonyt oda kell kivetni a szentek szentjébe, vagyis a reménységünk természet A világ mindenségnek a legmagasabb világára vonatkozik, abba az akaszkodik bele, és ezen belül a világ mindenségnek az epicentrumába, a dicsőségnek, a, a, a magiába a kapaszkodik bele a reménységünk, és ahhoz köti a lelkünket, a szívünket, a testünket, az életmódunkat, az életvitelünket, és természetesen ennek következtében az értékrendünk, a gondolkozásmódunk, valamint az életvitelünk is megváltozik. Péter Apostol pedig azt hangsúlyozza, először is hálát ad az atyának, azért, hogy a názerti Jézus Kisztus föltámadása által élő reménységre születtünk. Ez egyértelművé teszi, hogy a kereszténység nem csak a hitnek és nem csak a szeretetnek a vallása és ezen alapuló élet, hanem a reménységen alapuló megvallás és reménységen alapuló élet is. És ezt az élő reménységet a názeti Jézus Kisztusnak a föltámadása, és az a tény vele kapcsolatosan, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, vagyis igaz, hogy halott volt, de átmenetileg, de föltámadott a halálból, és örökkön, örökké él, tehát ez azt jelenti, hogy megadja a reménységünknek az életét, az örök élet tartalmát. Ha van élő reménység, akkor van halott reménység, és ez a nagy különbség az újjászületés előtti reménységünk és az újjászületés utáni reménység között, hogy az a reménység, amit vel megállt tégedet Isten, ha elfogadod Jézus Krisztust, megváltódnak, szabadítódnak, és elkötelezed az életedet az ő követésére, és tanítványá válsz, akkor ezzel az élő reménységgel élhetsz, és ez az élő reménység, úgy, ahogy mondtam, függőleges irányú, tehát semmi olyan tragikus, drámai dolog nem tud történni a Földön, ha a legrosszabbra gondolunk, akár az egész világ mindenség, vagy a Dávid mondja az egyik Zsoltárában, másféleképpen fejezi ki, ha hegyek összeomlanak, a Föld összeomlik, stb., akkor sem tudja elérni és áttörni a reménységünket, mert a reménységünk mindenek fölött való. Tehát ezért ez a reménységet Ge -get becsülni kell, értékelni kell, el kell fogadni, mert a hitnek a őseit, hogyha vizsgáljuk a Bibliában, mind ettől egyik a reménység emberei voltak, illetve a jövő emberei voltak. Jövő embere volt Noé. Csak gondoljatok arra, hogy milyen időszakba élt. A másik dolog pedig, hogy Isten ugye szólt Noénak, hogy csináljon bárkát, elkezdte egy irracionális helyen csinálni a bárkát, ahol még tenger se volt. Hát gondolom, hogy mit kaphatott napról napra a bárka építés során, de mégis Noé nem a jelen időre, nem a jelen időnek a tömeg hangulatára és a közvéleményére figyelt, hanem a jövőre nézett, arra a jövőre, amit az Isten ígérete tartalmazott. Az Isten ígéret pedig azt tartalmazta, hogy vége lesz Noé ennek a korszaknak, amiben beleszülettél, és ne légy a múltnak a fogságába, hanem készülj a jövőre. Hogyan hogyan készült jobb, illetve Noé a jövőre? Úgy, hogy elkészítette a, a, a hajót a bárkát, és ezzel is bizonyította, hogy a hit és a reménység egymástól elválaszthatatlan, mert reménység az volt, hogy elfogadta Istenek az ígéretét, a hit pedig az volt, hogy megtette, meg, létrehozta a bárkát. De ha megnézzük Ábrahámot, szintén a jövő embere volt, nem a múltnak a fogságába élt, a, a, a korának az egyik legcivilizáltabb városába született, Mezopotámiába, urvárosába, de ez Úr szólt neki, hagyd ott a családodat, hagyd a kultúrádat, hagyd a népedet, és gyere arra a földre, amelyet én mutatok neked. Nyilvánvalóan ettől a pillanattól fogva, hogy no Ábrahám elfogadta Istennek az elhívását, azonnal szakított a múltval. Nem a múltnak a fogságába élt, hanem ami előtte volt, a, a, már a múltra vonatkozik ez, ez mind a háta mögé került és utána Márcs ő csak a jövőnek élt, és ez a jövőnek való élésről beszél a zsidók az írt levél 11. fejezetében Pálapostól, hogy sátorban lakozott, pedig épül, lakatott volna kőből épített házba is, mert ahogy utaltam nektek, Mezopotámia abban a korban már egy viszonylag civilizált város volt, nem sátorban laktak az emberek, de mégis Ábrahám ott hagyta azt a kultúrát, hogy hagyta azt a civilizációt, mert Isten kielentéséből világosá lett számára, hogy a mezopotámia úrvárosának nincs jövője. És ezért kijött abból a valóságból, aminek nincs jövője. És elkezdte követni Istennek az igényét az igének, mert az igének van jövője. Mert az ige az nem más, mint Krisztus, mert Krisztus jelentette ki Ábrahámnak magát, és egész életében ő a Krisztusnak ilyen módon az igének a követője volt, és hasonlóan élt Izsák is, Jákob is, mind a három személy, patriarka, a jövőnek az embere volt. De ugyanezt el tudom mondani nektek Na, Mózesről is, hogyha Mózes a múltnak a fogságba élt volna, és a jelen idő arra törekedett volna, hogy mindent kiélni a jelen időben, a lehetőségekkel élni kell, a vágyainkat ki kell élni, a most azonnal legyek boldog, akkor biztos vagyok benne, hogy Mózes soha nem hagyta volna ott maga mögött Egyiptomnak a palotáját, a hercegi tisztségét, mert tulajdonképpen mindenben részesedett, amivel rendelkezett a fáraó. De Mózes nem érdekelte a múlt, nem érdekelte a jelen, mert megjelent neki Isten, kapott kijelentéstőle, és tudta nagyon jól, hogy a jövő az Uri, aki nyilvánvalóvá tette, hogy az a feladata, hogy vezesse ki Izrael népét Egyiptomból, és hagyja mögötte, háta mögött a múltat, és ezért azt olvasok a Bibliába, hogy a Krisztusnak a gyalázatát többre becsülte, mint az Egyiptomnak a dicsőségét. Miért? Mert volt reménysége. És mi volt a reménysége? a jutalmára nézett, bár megjegyzem ezt a jutalmat, a mai napig nem kapta meg Mózes, ha csak az nem, hogy testben utána, miután meghalt, fölvittetett a mennyekben, de igazából Mózesnek a jut Mózes majd a jutalmát a jövőben fogja megkapni, amikor majd az eklészia is meg fogja kapni. De látjátok, Mózes képes volt 3500 éves reménységgel nézni, hogy, hogy amit mondott Isten, ha, hogy ha évezredek elmúlnak, de akkor is az meg fog valósulni, és biztos vagyok benne, hogy meg fog valósulni, annak ellenére hangsúlyozom, hogy Mózes természetesen. Fönn van a mennyekben, az Istenek a dicsőségében, de mivel, hogy ő névvezér volt, és nagyon szerette népet, népét, ezért biztos vagyok benne, hogy egy nagyon dicsőséges Izrael fog jelente, fogja jelenteni számára a megjutalmazást, és ezt meg fogja Mózes kapni. Nem fog az életműve veszendőbe ö, 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 veszni, tehát Isten, csodálatos Isten, a reménységünket beteljesíti. Dicsőség Istennek. Tehát te is légy a jövő embere, a reménység embere. Ne a múltnak éljél, és ne arra törekedjél, hogy a jelen időben minden lehetőségeddel éljél, és minden vágyaidat valósítsd meg, mert akkor elveszítheted a jövődet. Zsidókozít levélben, a 13. fejezetben rendkívül fontos igazságot kaphatunk, kapunk eh, a, egyben az újjászületés megtérésnek egy olyan belső tartalmáról, amit ritkán szoktunk kihangsúlyozni a hívők előtt, illetve a megtérők e számára, pedig rendkívül fontos változásra hívja föl a figyelmet Istenek az igéje, a zsidókozit levél a 13. fejezet 12. versszakában, hogy milyen nagy változás történik az újjászületéskor az embernek az értelmében. Ugye maga a megtérés az ember szívének az értelmének a változását jelenti. És az értelmünk a megtérés előtt többnyire a múltra támaszkodik, többnyire a jelenben keresi a boldogulását, és többnyire a jövővel kapcsolatosan. Reménység és az illúziónak a kagyfasztját hordoztuk a lelkünkben. De, ez egy, de ezekre el lehet mondani most a jövővel kapcsolatos várakozásunkra, kapcsolatosan, hogy ezek halára voltak ítélve, mert az élő reménység az azt jelenti, hogy minden körülmények között érvénybe marad a várakozásunk igazsága. Viszont az illúzióra ez egyáltalán nem igaz. És ahogy a, a, a példabeszédekben olvassuk, hogy az embernek a reménysége halálkor elvész. Hogyan tud megmaradni a reménységem, ha el is költözök a földi életbe, úgy, hogyha van olyan személy, aki a, remé, a reménységemnek, akkor is életet tud adni, és ezen keresztül nekem is életet tud közvetíteni, meg tud eleveníteni, aki a halálomkor vagy eltávozásomkor támogatásban, segítségben részesít. Ez pedig egyetlen egy személy, az, aki meghalt helyettünk, föltámadott érettünk, a názati Jézus Krisztus. Ezért úr mondja Péter Apostol tehát, hogy az atya a názeti Jézus Krisztus föltámadása által születi, szült újjá bennünket élő reménységre. Nézzük meg a zsidókozét levél 13. fejezet 12. versszakát, hogy a megtéréskor az igazi megtérés, amit sajnálatos módon sokaknál ma nem tapasztalok, eléggé felszínes lett a megtérés sokak életében. Azt gondolják, hogy elegendő az, hogy Jézust elfogadják, de nem történik meg az a belső szellemi-lelki folyamat, változás, aminek eredményeképpen az ember más ember lesz. Amit mond a Biblia, hogy új ember lesz. Ez az kifejezést úgy új. Ez néz meg magadra vonatkozóan. Sokszor szembe kell nézni a tükörrel, hogy vajon én miután Jézust elfogadtam, és átmentem az újjászületésnek a lépéseim. Régi ember maradtam? Vagy igaz ez a szó, a jelentés tartalma rám vonatkozóan, hogy új ember vagyok, új a természetem, új a szívem, új a gondolkozásmódom, új az életmódom. Megváltoztam. Ez azt jelenti... Ha, ha ez a szónak a jelentéstartalmára vonatkozóan a személyiségedben nincs meg a valóság tartalma, akkor nem lehet beszélni igazából megtérésről, csak szavak a megtérések. És ma sajnálatos módon sokan csak szólamként, karizmatikus, pünkösdi demagógiáként használják az újjászületést és a megtérést. De nem ilyen volt Biblia alapon. Tehát a Biblia alapján a megtérés, az újjászületés, és ezt akarja ma Isten helyreállítani, egy nagyon alapvető, nagyon valóságos, az ember személyiségének a területi, minden területét érintő, alapvető változást eredményez. Amen. És ezt állandóan az embernek néznie kell, hogy elveszítettem-e, milyen irányba megyek-e, az új újul meg állandóan bennem, és erősödik meg, ami létrejött bennem, és mellődik, kibontakozik, vagy pedig a kettőnek a kagyfaszát hordozom magamban. Na nézzük meg egy nagyon lényeges elemét ennek a hatalmas nagy változásnak, amire utaltam. 12. versak. Annak okáért Jézus is megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, kapunk kívül szenvedett, Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívül az ő gyalázatát hordozván, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. A jövendőt keressük. Miért hangsúlyozza ezt a Szentlélek? Először is a názeti Jézus Krisztust Isten azért küldte el, hogy a világnak egy új perspektívát, jövőt adjon. Ez a jövő az örök élet. Ez a jövő az üdvösség. A, tudjuk nagyon jól, hogy a világnak ez nem kellett. A názert Jézus Krisztus megfeszítésével és elutasításával a világ, vagyis mi csinált, megtagadta a jövőjét, és nincs más jövő emberek. És pontosan erről szól a korszaknak a vége, hogy nyilvánvalóvá válik, hogy a mostani emberiségnek csak egyetlen egy jövője van, egyetlen egy, túlélé, egyetlen egy személy tudja biztosítani számára a túlélést, az a személy, aki teremtett bennünket, az a személy, aki a céljaira rendel bennünket, és az a személy, akit végül is az utolsó időkben az elküldött Isten a mennyekből, hogy azért adja oda mindannyiunkért, engeszelő áldozatul magát, hogy a halált helyet az ő örök életét, vagyis a jövőt válaszol. Ezért a jövő kicsoda, egy személy. Nem idő a jövő, mert az időt is egy személy teremtette a mindenható Isten. Az ő hatalma alatt van az idő, az idő az korlát, korlátolt, meghatározott időtartalom tartom, végtelen, nincs végtelen idő. A, a, az a végtelen. De az idő az az örökkévalóságnak a megnyilvánulása, és be van zárva keretek között. Olyan, mint a telkeden a kerítés. Megvan pontos a határozva. Mettől meddig? Az időnek ezért mindig van kezdete és mindig van vége. Az örökkévalóságnak meg nincs kezdete és nincs vége. Tehát éppen ezért az idő az nem független valóság, hanem alá van rendelve az örökkévalóságnak, mindig az örökkévalóság áll mögötte, és bele korkollik az örökké valóságba, és számunkra, mint időbeli lényeknek, az a lényege, az egyik fontos földi feladatunk, hogy ezzel az időben egyrészt bölcsen éljünk, meg fölismerjük az időben azt azokat az igazságokat, amelyen keresztül, az idő kapuján keresztül be tudunk lépni az örökké valóságba, és megszabadulunk a elmúlástól, a rothadástól, a halandóságtól, vagyis a haláltól, vagy akár a kárhozattól, való félelemtől, és el tudjuk mondani, hogy emberek, megtaláltam az üdvösségemet, és hiszem, hogy az üdvözítőmben örök életem van. É. Tehát amikor a názerti Jézus Krisztus, figyeljetek ide, most egy kis eh, időutazás, most a bulba utazunk, megfogták a a római katonák, és kivitték Jeruzsálem falain kívül. Akkor mit csináltak a rómaiak, és nyilván ott voltak azok az emberek, és a főpapok is, és ő általuk felhetsz tömeg, mit csináltak, a jövőt vitték ki a kapunk kívül. És ezért a tábor és a kapunk belüli világ jelképezi a mai napig is misodát, az evilágot. Azt a világot, amely a mai napig is nem mond Jézusra igent, nem ismeri el, hogy számára a túlélést, a jövőt, a reménységet a nánzereti Jézus Krisztus képviseli. És éppen ezért minden ember is, te is és én is, a választás előtt állunk, hogy a táboron belül maradunk, benne a városba, amely azt mondta, hogy feszítsd meg, ezt kiabálta. Feszíts meg a jövőnket, nem kell nekünk jövő, mert Jézus Krisztus maga a jövő, vagy pedig kimegyünk Jézus Krisztussal a kapunk kívül, és oda megyünk a megfeszítetthez, a kereszthez, és megbékélünk vele, és elismerjük a felelősségünket, hogy miattunk lettél kitaszítva ebből a világból mi adtunk ami bűneink miatt letél elutasítva, és ezért nekünk se volt reménységünk, de mi most ezt megbánjuk, ezt a tragikus tévedésünket, elfogadjuk, hogy tévedtünk, és ezért kérjük a megbocsátást az Istentől, kérjük az Istennel, ahogy a szövetségi viszonyba bekerülhessünk, és ennek a következtében jön létre, az Istennel való megbékélés. És továbbra is megmarad, ahogy a zsidókhoz itt levélben olvassuk, a nagy ellentéte a táboron belüli világnak és a kapunk kívüli személynek, a názerti Jézus Krisztusnak. Ma nagyon sok keresztény szeretné ezt negligálni, és azt hiszi, hogy a názeti Jézus Krisztust úgymond a táboron belül meg lehet találni. Nem lehet megtalálni, a mai napig is Istenországa, e világ, Jézus Krisztus, e világ közötti konfliktus legalább olyan éles, mint a názerti Jézus Krisztusnak a megfeszítésekor. Te is meg vagy szólítva Isten által. Ragaszkodsz ahhoz a világhoz, amely azt mondta a jövőre, hogy nem. Ragaszkodsz ahhoz a világhoz, amely azt mondta, hogy nem kell az élet, nem kell az örök élet, nem kell nekem a túlélés hanem itt ebben a városban akarok élni. Hát ma még mennek a bulik, nyitva vannak a kocsmák, működnek a diszkók. Annyi programunk van, amivel eltölthetjük a napokat. Vagy pedig azt mondod, és hogy nem, látom, hogy valami baj van, látom, hogy ketyeg az Istennek az órája, meg van mérve, mennyi időnk van, én kimegyek, nem akarok itt, nem akarom megvárni, még ez az egész táboron belülő világ összeomlik. Ha te ilyen ember vagy, ma ki kell jönnöd a világból. Ki kell jönnöd az istentelenségből. Ki kell jönnöd a reménytelenségből. A pessimizmusból. Mert miért növekszik? Egyértelműen tapintható a pessimizmus. Ma nagyon sokan ugye járnak üzletközpontokba vásárolni, minden, minden normális, rendben van, de ezeken a helyeken Beszívja magába a reménytelenséget, a pessimizmus, olyan nagy szomorúság, bánat, csüggedés, rossz dolgokra való felkészülés árad ki az emberekből, hogy a maradék élet kedvéért is az embernek küzdeni kell és harcolnia kell. Sokszor a szív, még akkor is, hogyha bűnös állapotban van, érzi a közép, Dávú jövőt mi következik? És a szívük mélyén az emberek tele vannak szorongással, félelemmel, aggódalommal, mert a legtöbb ember bizonytalan, hogy az emberiségnek az irányvonala milyen helyes, és legtöbben azt mondják, hogy nem jó irányba megyünk. Ha neked ez az életérzésed, pontosan ilyen embereknek szól Isten, hogy gyere ki a táboron kívül, fogadd el a názerti Jézus Krisztusnak az áldozatát, akit pontosan azért küldött el Isten, hogy neked is legyen jövőt, legyen megbocsátva a bűneit, örök életed legyen, üdvösséged legyen, föl legyen írva a neved az életnek a könyvébe. És az újjászületéskor pontosan ez változik meg a szívünknek az értelmében. Hogy megváltozik az értelmem. Nem a múltnak élek, nem a jelennek, hanem a legalapvetőbb dolog nekem a jövő. Jövőért élek. De nyilvánvalóan olyan eseményből élek, ami a múltban történt, de mégsem a történelemhez tartozik csupán a názereti Jézus Kisztus engesztelő áldozata és föltámadása, mert nyilvánvalóan az örökkévaló igénynek a cselekedeteiről de eseményeiről van szó, amely áttörte az időnek a korlátját, de alapvetően minden, amit Dánzerti Jézus tett a földi életében az első küldetése ideje alatt, az mind azért van, azért történt, hogy te ne a múltnak éljél, ne csak a jelennek éljél, hanem alapvetően a jövőre orientált emberré váljál, a jövő emberé legyél, mint a hitnek a hősei. Mint Mózes, mint Ábrahám, mint Noé, te magad is a jövőre készüljél. Na nézzük meg ezzel kapcsolatosan. Mik azok az a, a ígéretek, amelyek a legalapvetőbb igazságok vagy ígéretek a keresztények reménységével kapcsolatosan? Ugye emlékeztek rá, azt mondtam, van a nemzeteknek reménysége, Persze ezt a reménységet is csak Istennek a kielentett igazságából lehet megismerni, ezért ezt fontos képviselni. Van Izraelnek külön, speciális reménysége, és van az egyháznak is, a keresztényeknek is reménysége. Ne, nekünk elsősorban a, remé a mi reménységünkkel kell foglalkozni, de természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni a más közösségekre vonatkozó ígéreteket sem. Mert a reménység az mindig Istenek az ígéretén alapul. Mi az ígéret? Olyan előre jelzett tény, amire Isten elkötelezte magát. Tehát tény, amit el, 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 előre jellez Isten. Előre jelezi, el, kilátásba helyezi. Lehet feltételes és feltétlen. De azért mondjuk tény, mert az örökkévaló van mögötte, az ő szájából jön ki. Ahogy a Bálám is mondja, hogy Isten nem ember, hogy hazudjon. Nem tesz olyan ígéretet, amit meg ne tartana. Ha ő ígér valamit, akkor azt megcselekszi. Tehát ezért a hit embere, meg a reménységnek az embere nem a tapasztalatára építi föl az életét, hanem mire? Az Istenek az igéjére és a reménységére. Ebből lesz a reménység. Teszem, persze ez aktív reménységet jelent, van benne persze a passzivitás a várakozásban, és várom, várom, ahogy mondja Pál Lapostól, béketűréssel az ígéreteknek a megvalósulását. A figyelmem, az ígéretem van. Ahogy a názeti Jézus Krisztus is a reménység embere volt, Neke szükség volt Jézusnak a reménységre? Óriási szüksége volt. Például, amikor letartóztatták megfosztották mindentől. Elhagyta Istenek a jelenléte, elhagyta a kenet. És mit olvasunk a, szintén a zsidókhoz itt levél 12. fejezetében? Hogy az előtte lévő örömre nézett, arra figyelt. Nem a keresztre, nem, az, nem azon fantáziált, hogy mennyit fogok szenvedni, hogy a a szegeket beleverik a kezembe, a lábamba, megvernek, megostoroznak, stb. Gyakran mi szenvelgünk ezen, de ő nem erre nézett, hanem arra, ami ezután jön az örömre, hogy föl fog támasztani engemet Isten, föl fog emelni, a jobbrára fog ültetni, és meg fog dicsőíteni. És azt olvasjuk, hogy ezért Jézus a keresznek a szenvedését megvetette. Miért? Az előtte lévő öröm miatt. Vagyis miért tudott olyan erőt tanúsítani a letartóztatásakor, kihallgatásakor, megaláztatásakor, megkínzásakor, keresztrefeszítésekor? Azért, mert túlnézett, hogy holnap után mi lesz, három nap múlva mi lesz. Három napig szenvedek, sötétségben fog lenni a szellemem és a lelkem, de harmadik napon megígérte Isten, hogy feljövök a sötétségnek a birodalmából, és föl fog emelni engemet, ő hozzá jobbjára fog ültetni, meg fog koronázni engemet dicsőséggel és tisztességgel, és urrá tesz a kezei munkája fölött. Tehát Jézus nem csak a hitről, hanem a reménységről is óriási tökéletes példát adott nekünk, hogy hogy kell az előttünk lévő nehézségekre nézni, hogy nem azt kell látni egy nehézségben, egy problémában, hogy ez számomra a vég, nem lehet egyetlen egy krízis helyzet számodra a végzet. Ezt a görögök tudják a végzetet, mert nem ismerték a mesiást, de te tudod, hogy valaki visszajött a honnét a másik oldalról, kinyitotta a pokolnak a, és a halálnak a, a birodalmának a kapuját, már nem csak bejárat van, hanem kiárat is van a sötétségnek a hatalmából. És a kiáratot úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Amen. És éppen emiatt már mi természetesen ezzel a reménységgel fölvértezhetjük a lelkünket és a szellemünket, és így cselekedtek a hithősei is, apostolok és a többiek, hogy nagyon sok zaklatás érte őket a hitük meggyőződésük miatt, de soha nem alkudtak meg, nem mentek vissza a táborba, hanem a tábor számára, mint alternatív közösség képviselték az Isten országának a javait és az áldásait. A Nem az egyháznak kell beolvadni a világba, hanem az egyháznak a világba kell lenni, de az egyházban nem a világnak kell lennie, hanem Istenek az országának. Ezért volt nagyon áldott és nagyon sikeres az apostoli egyház, és ha ma ezt a kívők megértenék, akkor szintén nagyon áldott egyház és kereszténységet tudna föltámasztani világméretekben Isten, és nagyon sok probléma megoldódna a kereszténységgel kapcsolatosan, ha megértenék a keresztények, hogy nincs mit keresnünk azon a helyen, ahol semmi nincs az Isten től és az igazságból, ott csak bukásra vagyunk kárhoztatva, csalódásra, kárhozatra vagyunk kárhoztatva, és éppen ezért ezt a 2000 éves egyben élet tapasztalatot is, amit a hithősei hagyományoztak ránk, fogadjuk el és azonosuljunk Jézus Krisztussal és Jézus Krisztus mellett legyünk mert ahogy mondja a zsidókozit levél és ez a lényeges hogy az itt lakásban nincs nekünk maradásunk tehát nem tartós az itt lakásunk emiatt mivel hogy rá döbbentünk hogy az itt létünk egy ideglenes életforma ezért azt mondja a zsidókozit levél hogy nem a jelent keressük és kutatjuk, nem a múltban élünk és a múlt fogságába, hanem mit keresünk? A jövőt. Tehát a hívő ember milyen ember? A jövő kutató ember, aki az Isten ígérete alapján kutatja a jövőt. Ha világosságot akarsz kapni a jövővel kapcsolatosan, ugye nagyon sokan mi lesz jövőben, mi, történ, mi fog történni, hát akkor figyelj ide, akkor a fényforrásra kell figyelned, olyan ígéretekre, amit Isten kilátásba helyezett, hogy emberek, én jövőre nem mondom meg nektek pontosan az időpontot, de ezt és ezt fogom cselekedni. Ha Isten azt mondja, hogy ezt és ezt fogom cselekedni, akkor mivel, hogy ő igazmondó ember, nem hazudik, nem ver, vár, ver át bennünket, mint az ember társaink, vagy mi magunk az embereket, bár mi már megtértünk, akkor megbízok benne, hogy ez meg fog történni és a várakozásomat akkor nyilvánvalóan ezekre az igékre helyezem rá, és ezekből az ígéretekből jön a világosság és a fény az elmémben, az értelmemben, a gondolkozásmódomban, és ebből nyerek erkölcsi erőt, szellemi erőt nyerek. Te is nyersz ebből. És ez is nagyon része annak, hogy olyan erő szabadul fel a szellemedből, lelkedből, amivel képes vagy nem a tömeg elvárásának megfelelően és az előítéleteinek megfelelően élni, gondolkodni, beszélni, és ha kell, ha, ha, nem, ha kell, az árral szemben is képviseled azt, hogy én e, a jövőt keresem. Azt a jövőt, amit a Biblia, az Evangélium azt mondja, hogy Isten országa, menjek országa. Mert a jövő ő a nem véletlenül, hogy Isten országát a magától növegvő maghoz hasonlítja. Tehát, hogy ben van a magban az a képesség, hogy magától nő. És nem kell hozzá külső feltétel, hogy növekedjen. Jézus ilyen országot hozott el. Isten ország az Isten uralma, Istenek a jelenléte. Ez, ha az emberek nem törődnének vele, akkor is meg fog valósulni Isten országa. Ha már egyre nem tudjuk kihagyni az Isten országának a diadalát a világ történelemnek a végén, ha már ez már eldöntött tény, hogy a világ történelem Istenek az uralmába fog torkolni, akkor nem leszek olyan bolond, hogy mellékágon menjek, vagy egy holt pályán vegetáljak, hanem a mainstream vonalon akarok élni, be akarok én is torkolni az Isten által kijelölt végcéljába, a világ történelembe, az Isten országgal. És már az érdekel alapvetően, hogy már most hogyan tudok ennek az országnak a képviselője lenni, hogyan tudok ebben élni, hogyan tudok ebben mozogni, hogyan tudok ennek az eszköze lenni, szószolója lenni, ez érdekel engemet. Mit lehet ebből az országból ma megnyerni? És ez az egyháznak, Krisztus testének a titka. Ettől volt erős az a papostoli egyház, ahogy hangsúlyoztam, és újra hangsúlyozom, és ettől tud természetfordi tartalmat kapni a mai kereszténység is, te életed is, és természetesen a gyülekezetek is. De most térjünk rá, hogy mi az a négy ígéret, amelyről soha nem feledkezhetsz el, ha rossz perszeid vannak, akkor mindig újra néz a fényre, fényforrásra, amiből folyamatosan jön a fény, a világosság, hogy a rossz dolgoknak a várakozása, ha természetesen vagy átmenetileg jönnek is rossz dolgok, ahogy Jézus is tudta, hogy mi következik a kereszt után háromnak múlva, ugyanúgy nekünk tudni kell, hogy mi következik. Ha rossz is történik ma, akkor mi következik holnap. És ez a reménységnek a lényege. Egy. Olyan szellemi híd, amelynek nincs vége, mert miért nincs vége? Mert az örökkévalóságban vannak a pillérei elhelyezve. Dicsőség Istennek! Hogy ilyen áldott reménységgel áldott meg Isten. Nem tudsz ennek örvendezni? örülni? Hát bízok benne, hogy örvende, örülni tudsz ennek. Nem függ a politikától, nem függ a gazdaságtól, nem függ a földi dolgoktól. Hát pontosan ez a lényege, hogy függőleges, nem viszintes, nem viszintes uh, uh, helyről származik a reménységemnek a bázisa, alapja, fundamentuma hanem az le van rakva mennyekben, és erre vonatkozik az, hogy se élet, se halál, se eljövendő, sem jelenvaló, se angyalok, se emberek, semmi el nem választhat bennünket Krisztus szerelmétől, és a Krisztus pedig ott van fönn, ott vár bennünket szeretettel, és oda van bevetve a reménységünk, és oda vagyunk már kötözve hozzá, mint egy pogány hasonlatva érve, Oduszeus a, a hajónak az árbócára. A reménység az egy kötelék. Nem tudsz stabil lenni, ha nincs erős reménységed. Stabilitás a személyiségedben kulcsfontosságú. Hogy ne hajladozzál, mint a nádszál, ugye a Bibliában a emberi természetet a nád is jelképezi, és nézd meg Balaton mellett a nádakad, vagy a Tisza mellett a nádakad, hogy jön egy kis szél, azonnal hol jobbra, hol balra, hol hátra, hol előre hajol, attól függ, hogy milyen a széliránya. iránya. Ilyen az az ember, akinek nincs reménység, de még kell a stabilitáshoz más is. De alapvetően, hogy a stabil személy akarsz lenni, tartani akarod a helyes iránt, akkor ez a reménység nélkül ez nem működik. A reménység az megtart bennünket. Azt mondja Pál Laposról. Megtart, mondjuk, a reménység megtart engemet. Tehát a pályán, amit döntöttél, amit választottál, amire oda tetted az életedet. És ki vagy kiszámítható ki ember lettél. Tudjuk, hogy tíz év múlva mit fogsz csinálni, 20 év múlva, harminc év múlva, nyolcvan, száz év múlva is mit fogsz csinálni. Ezek a normális emberek. A Biblia azt mondja, hogy a gonosz embernek az útja kacskaringós, de az igaz embernek az útja milyen? Egyenes. Na nézzük meg az első nagy ígéretet és a reménységet. Ez nem más, mint az Úrnak a visszajövetelem. Hát ha él, és elment, és azt mondta még a tanítványoknak, a János Evangélium 14-ben van lerögzítve, hogy elmegyek az atyához, helyet készítek nektek, és visszajövök értetek, és ott lesztek, ahol én vagyok. Tehát egy ígéretet mondott a tanítványoknak, mielőtt elhagyta volna őket, hogy vissza fogok jönni. A mennybe menetelemnek az egyik fő célja az atyánál való időzésem, hogy helyet készítsek számotokra. Ez természetesen nem csak a 12 apostolra vonatkozik, hanem mindenki számára helyet készít az Úr, aki ennek a 12 apostolnak a tudományát elfogadja, magáévá fogja tenni és követőivé válik. Tehát mi is ilyenek vagyunk. Tehát amikor 12-nek megígérte, akkor neked is megígérte, hogy már megy fönn a helykészítés számodra, hogy a mennyekben stabil helyed legyen. Ezzel a visszajövetellel kapcsolatosan vannak olyan események, amik szintén nyilván ez egy igére, de több esemény sorozatból áll. Például ilyen az igazak föltámadása akik az urban elhunytak, azok fel fognak támadni, illetve a mostanában sokat gúnyolt, megvetett, kigúnyolt uh, uh, állítás, amely kétségkévül legalább két helyen szerepel a Bibliában, úgyhogy mivel, hogy Isten jelentette ki, ezért ezt a reménységetől ne fosszunk meg magunkat. hogy van lesznek olyan szerencsés élők a Földön, akiket az igazak föltámadása, testben érint, és őket először Isten nem válasza el a lelküket és a szellemüket a testüktől, hanem egy szempillantás alatt átváltoztatja őket, és fölemeli őket. Ez tehát egy csomag, ez az első ígéret. És egy csodálatos dolog van ez az egészben, hogy az összegyülekezés, tehát amikor a Krisztus teste összegyülekezik. Mert az összegyülekezés az nem csak Izraelre vonatkozik, hanem az egyházra is vonatkozik. Miért kell összegyülekeznünk? Mert különböző időben éltünk, ezelőtt 2000 éve, közel 2000 éve éltek az apostolok, utána is voltak szentek természetesen, különböző helyen éltünk, nem ismertük egymást, és a Krisztus testéről, mint élő szervezetről, hát van képünk, hogy ez tulajdonképpen egy összefüggő, egységes, élő szervezetet jelent. Valójában ez soha nem valósult meg a történelemben, nem is fog megvalósulni, hanem ez igazából hol fog megvalósulni, ennek a helyszínét kijelölte a Tesztemőkülelkozó levél, hogy a levegőt határozta meg, hogy ott lesz ez az egyesítése a testnek, de nem csak a testnek az egyet is egyesítésére fog sor kerülni, hanem a fej és a testnek is az integrációjára. A csodálatos az emberek, hogyha az Efézus 2-t elolvassuk, hogy ezen a helyen, amit kijelölt Isten, hogy hol fogja egyesíteni a szenteket, a fejet a testtel, ez pontosan a sátán fennhatóságának az epicentruma, mert ezért mondjuk, hogy a levegőbeli hatalmasságot, Tehát az ellenségeinknek, a gonosz angyaloknak és a sátánnak végig kell néznie hogy nem tudta meghívsítani az egyháznak a történelmi küldetését. Következő, amit szeretünk kihagyni, a következő ígéret, de azért, hát ez nagyon fontos. Az egyik legnagyobb áldás számomra ezekben a napokban. Mert ez adja az Isten félelmet nekem hogy meg kell jelenni az, egy, az integráció után a Krisztus ítélőszéke előtt. Bezony! Ezt kihagyná az ember? Vinném a szalmakazlat, meg a, a különböző műanyagokat, minden szecskát, amit összegyűjtött, összebutyizott az ember az életébe, a mennyekbe. De nem, 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 azt mondja az úr. Még a mennyegző előtt, a béma előtt meg kell jelenned. A béma a Krisztus ítélőszéke. Szembe kell nézni veled. Hát az integráció magába foglalja. Szembe kell nézni, és megnézheted, hogy kivel nézel szembe. Jelenések első fejezetében megtudod. Szeméből tűz jön. Arsza olyan, mint a nap a maga erejében. Ízik a lába. Ízik a felső testrésze sugárzik úgy belőle az úrnak a dicsősége. Hőenergia jön belőle, fényenergia jön belőle, és ahogy leírja a, a, a Szentlélek, az úr, megdicsőlt úrnak a külsejét, lehet, le, lehet látni a Bibliának a tapasztalat alapján, hogy a, az anyag az fel tud bomlani. Különösen akkor, hogyha nem a szellem tartja össze nem egy megszentelt szellem tartja össze az anyagot. Figyeljetek ide. A fizikai testet két dolog éltheti. A vér, a, pszich, a psziché, ez az ember, vagy a szellem. Mivel a test és a vér nem örökli Istennek az országát, az újjászületés után bennünk sem lesz vér. Nem a vér élteti az új testet, hanem a szellemünk olyan erőssé válik a Szent Élekkel együtt bennünk, hogy az fogja éltetni a testünket. Hogyha ez a minőségi változás, tehát a megszentelődés a kegyelemnek olyan mértékében részesülünk, akkor minden további nélkül tűzállókká vál a testünk. Tehát az Úr természetlőti dicsőségének a tüzét tudja állni a szemem, a fülem, a kezem és a lábam. A bőröm, a húsom ne, és a csontom nem hanvad el ettől a dicsőségtől. Világos? Tehát ezért nagyon fontos tele lenni szellemi, szellemmel, szellemi emberré válás az feladata az újjászületés után minden egyes hívő számára. De nézzük meg, mit mond Isten igéje, hogy miért kell bémáznunk, nem bénáznunk, hanem tehát az Isten Krisztus ítélő széke elé miért kell megjelennünk a következő egy korintus írt levél, illetve kettő korintus írt levél ötödik fejezetéhez. Kélek benneteket lapozzatok. Ötödik fejezet, tizedik verszak a következő tartalmazza, hogy mert, olvasok fel közösen, mert nekünk minnyájunknak be kell jelennünk Krisztus ítélő szék előtt, hogy kiki megjutalmaztéseik, az szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Tehát miért kell megjelenni minden hívőnek a igazak föltámadása után, vagy az átváltoztatás után Krisztus ítélő szék elé, hogy a cselekedetei fölött ítéletet mondjon az Úr. Emberek, ez a fő oka annak, hogy a földi életünkben Isten félelemmel szolgáljuk az urat. Harmadik nagy ígéret, amivel Isten megáldott bennünket, amivel a reménységedet, a reménységedet szintén alapílított. A lónak négy lába van, mondjátok, mégis megbotlik. Hát is így vagyunk. A reménységünknek alapvetően négy lába van, megbotlunk, de nem leszünk reménytelenek mégsem. Tehát a harmadik fontos, a mennyegző. Mennyegző, mennyegző. Tehát amikor az Úr a mennyei dicsőségét, azokat a javakat, amiket nem tudtunk birtokba venni a földi életünkben, a szolgálatunkban, stb., az a maga teljességében kitárja előttünk, és ezt a Biblia mennyegzőnek nevezi, amely tudjuk nagyon jól, hogy egy közelkeleti képes beszédet jelent, aminek a lényege természetesen az, hogy a test megkapja a fejnek a dicsőségét, tehát megdicsőülésről van szó, hogy a Krisztusnak az a dicsősége, amit megkapott az atyától, az rá száll az egyházra, és ezt látjuk ennek a képét, a jelenések könyvének a 19. fejezetében. Ezt is olvassátok el, rossz nyomot napotokon vagy órátokon nagy igaz tud lenni, különösen ha elkezdesz ezekről a képekről beszélni magadnak, vagy imádkozni Istennel erről, hogy mélyebbre tegye ezeket a képeket a lelkedben és a szellemedben, akkor meg vagyok róla győződve, egyre kevesebb talplatnyi helyet talál a pessimizmus és a csüggedés a lelkedben a reménységért dolgozni kell. A hit az ajándék, a reménység is ajándék természetesen, de sokat kell dolgozni, hogy megmaradjunk reménységben. Tehát ezért kell a Bibliát olvasni, ezért kell imádkozni, ezért kell a hit embereivel beszélgetni, meg a reménység embereivel is kerülni kell azokat az embereket, akik lerombolják a reménységedet. Mert egyébként elég, hogy az élet negatív tapasztalatával megküzdünk, plusz még egy olyan barátokat megszerzünk, akik kélegve, két lábbal tapossák le bennünk a reménységet. Hát nem kell ilyen nekem. A reménység az olyan nekem, mint a lelkem, a testem számára a kenyér és az ital. Szükségem van erre, nem, nem mondhatok le, nem te -e, dobhatom oda, mint a Jézus mondja, hogy a gyöngyeiteket ne dobjátok a disznókhoz, mert megtaposnak benneteket. Tehát ne barátkozzál olyan emberek, emberrel, aki kéjelegve élvezi, hogy a reménységedet hogy tudja széjjelzúzni. Persze, ha ilyen van, akkor is meg tudod erősíteni a reménységedet, de ezt ne hagyjad és ne enged. Visszatérve a jelenések könyvének a 19. fejezetéhez, három verszakot olvasok fel, tehát az egyháznak a reménységének a egyik csúcspontja. Így szól, hogy örüljünk, örvendezünk, adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány mennyegzője, az ő felesége elkészítette magát, Adatot annak, hogy felöltözzék tiszta, ragyogó fehér gyolcsba, mert fehér gyolcs a szenteknek az igazságos cselekedetei. És mondanékem, írd meg boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének a vacsorájára hivatalosak, és nekem, ezek az Istenek igaz beszédei. Amen. Amen! Tehát ez a reménységünknek a harmadik lába, harmadik pillére a mennyegző, ne enge, tudom, hogy a mai modern nyelvtani ízlésünket kicsit zavarja, hogy nem filozófikus vagy tudományos szakkifejezéseket használ Isten a mennyek, mennyei tapasztalattal kapcsolatosan, hogy hogy találkozunk Jézus Krisztussal, hanem ilyen hétköznapi, sokak által ismert kifejezés, hogy mennyegző. De tényleg, én próbáltam ilyen kifejezéseket kikerülni és kicserélni valami modern kifejezéssel, de nem lehet találni. Én már több, elmúltam 60 éves, de nem találtam jobbat. Nincs a, a szakkifejezések között, nincs se a teológiába, se a, a, a filozófiába, úgyhogy egyre jöttem rá, ne szégyeljem a Biblia nyelvezetét sem. Ne próbáljak más életképeket használni olyan dolgokra, amiket nem lehet másképpen megmondani. Mennyegző, azt tudod. Eszedbe jut, hogy mit csináltál. Amikor eljegyezted, gyűrűt húztál a mennyasszonyodra, vagy a kivá... akkor még nem volt, kiválasztottadra is mennyasszonyod lett, és amikor odaálltatok a az Isten jelenlétében tanúk előtt, és megkötöttétek a szövetséget, hogy milyen változás jelentett az életmódotokban, azóta melletted ül a feleséged. Te meg a feleséged mellett. És mint mondja Jézus, a mennyegző után mi lesz? Hogy a, ott leszünk, ahol ő van. Dicsőség az útnak. Negyedik, negyedik, nagyon izgalmas és nagyon rejtélyes és nagyon titokzatos reménységünk, pedig a következő, hogy a világ gok fölötti hatalomgyakorlás a következő korszakban. Tehát ez a negyedik nagy reménység. Világok fölötti hatalomgyakorlás a következő korszakban. Mi az első reménységünk? Az úr visszajövetele. Ezzel összefüggésben álló igazak föltámadása, illetve az egyháznak az átváltozása, elragadtatása. Második, a Krisztus ítélő széke előtti megjelenésünk, hogy átvegyük a földi életünkbe a küzdködésünkért, a munkánkért a jutalmat. Harmadik nagyon fontos dolog a reménységünk, a mennyegző, hogy végre a helyünkre kerüljünk, és ott legyünk, ahol a mi megváltunk, a názárti Jézus Krisztus van. A negyedik pedig már ugye ott vagyunk, ahol az Úr van, következő pedig a világok fölötti hatalomgyakorlás a következő korszakban. Két igét is akarok ezzel kapcsolatosan mondani, illetve több igehely van erre vonatkozóan, de nagyon rejtélyesek ezek az igazságok. Egy biztos, amit nyilvánvalóvá tesz a jelenések könyve 20. fejezetében, János Apostol a 6. verszakban, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma második halálnak, hanem lesznek az Istennek, Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeik. És még izgalmasabb igét mutatok ezzel kapcsolatosan, tehát a negyedik reménységgel, ígérettel kapcsolatosan, ami a reménységünknek a negyedik a pillére ez pedig az egy korintus beliekhez, a hatodik fejezetéhez lapozatok vissza, ami egyszerűen megdöbbentő, hogy miről van itt szó, de ha jól megfigyeljük, akkor szinte az Istenek az üstervében ez logikus. Második verszakon. Nem tudjátok el, hogy a szentek a világot ítélik meg, és ha ti ítélitek meg a világot, Méltatlanok vagytok-e a legkisebb dolgokban való ítéletekre? Nem tudjátok, hogy angyalokat fogunk ítélni, nem, hogy szükségre való dolgokat? Tehát itt nem csak az ítélet a jó és a rossz válaszrásra vonatkozik, hanem az igazgatásra, vezetésre vonatkozó kifejezést, kifejezésnek a jelentés tartalmába ez beletartozik. Tehát ez még azt jelenti, hogy azok a az angyalok, amelyek részt vettek a, a, ennek a látható világnak a bukásába, azok el lesznek távolítva az uralmi helyzetükből, és ezt az uralmi helyzet, ezt, ezeket, ezt az uralmi térséget Jézus Krisztus a megdicsőült testének adja át, és ők fogják elfoglalni ezekre a helyeket, hogy most bukott angyalok irányítják a jelenvaló világot, annak ellenére, hogy az Úr megfosztotta őket erről a joguktól, a, a halálával és föltámadásával, de nem emelte ki, a státuszát nem változtatta meg, tehát meghagyta a státuszát nyilván egy rövid ideig. És éppen addig, addig hagyta meg a státuszát, míg az egyház el nem éri azt a kegyelmi szintet, a reménysége meg nem valósul addig, míg ezt a rendszert kicseréli egy új rendszerre és ez egy döbbenetes dolog, hogy a Krisztusnak a megdicsőült testét erre vonatkoztató ez, hogy a Krisztusnak a ilyen módon a társ uralkodói válnak, és ez azt jelenti, tehát, hogy a menny és a föld kétlaki életre alkalmassá válnak, tehát ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztus is, könnyedén fog közlekedni a következő korszakban, egyszerre két helyen van jelen, a legfelső világban is, ugyanakkor az epicentrum a Jeruzsálemben lesz, és ugyanúgy, ahogy hangsúlyoztuk, hogy a test a fejet fogja követni, integráció valósul meg a kettő között, és ez azt jelenti, hogy a feladatokban is részesedni fog a test, tehát nem csak egy passzív szemlélője ezeknek a kiváltságoknak, hanem ez feladatot jelent, kompetenciát jelent, pozíciót jelent. Tehát úgy is lehet mondani, hogy a Isten félelemmel is Istennel adom a dicsőséget, hogy az elkövetve világkorszaknak a, ilyen emberek lesznek a, 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 a arisztokratái, mint Péter Pál, János Apostol, hát látjuk ezt a mennyi Jeruzsálemben is, a, amit ad jelenése könyve képet, és a szentek. Kedves testvéreim, meghallottátok a mai szent leckét?